Jó, 11. S19, V19 tartomány celláiban számítsa ki az egyes góltípusok százalékos arányát az Európa-bajnokságon szerzett összes gólra vonatkozóan. Mi van? A kérdést se értem. Nézzük meg a táblázatot. Azt mondja, hogy mi az a góltípus? Ja, látom, itt van bal lábbal, jobb lábbal, fejjel, egyéb. Tehát megnézzük ilyenkor, gyorsan rafináltam, hogy hogy is néz ki ez. Aha, ide csak 1-1 százalék van. Tehát az összeshez képest bal lábbal hány gólt szereztek a játékosok? Aha, kezdem érteni. Jó, tehát darabra most ezek szerint úgy néz ki a dolog, hogy hol van itt? Bal lábbal összesen szereztek ennyit. Az összes gól, vagy az összes pedig az nincs. Azt nem kellett összeadni, tehát az összes gólt, mint olyat, az azt jelenti, hogy az lesz szintén egy számítás. Tehát gyakorlatilag sokféleképpen eljárhatsz. Én most a legbonyolultabbat mutatom meg nektek. Jó? Tehát azt mondja, hogy fx, ahhoz, hogy tudjuk a százalék megint ugyanaz, mint az előbb. Fogom magam, a kisebbet osztom a nagyobbal, hiszen százalék lábra van szükségem. És szorzom százal, de azt most nem kell, hiszen azt majd megteszi a formázás. Tehát kell egy szum. Nem is tudom, miért innen mentem szumra, hiszen ott lett volna fönt. Tehát fogom, és összeadom a ballábas gólokat, mint olyat. Na most. Rendben van, megvan, hogy 36-ot lőttek ballábbal. És ezzel gyakorlatilag akárkész is lehetnék, de ez nem százalék, mert ezt kell elosztanom az összes góllal. Tehát fogom, és megint beszúrom a szumfüggvényt, de most az összes gólt, tehát az egyéb oszloppal együtt összeadom mindet. Látod, ez meg 105. Ha ezzel is kész vagyok, akkor gyakorlatilag megvan az, hogy 34% az összes gólt. De most rájövök pillanatok alatt, hogy ha elég ügyes vagyok, akkor nem kell ezt még kétszer-háromszor megcsinálnom, sőt, valószínűleg pontot is veszítek vele. Hiszen mindig ezzel kell osztanom a piros szakaszsal, a D3G78-al. Igen, tehát akkor őre ki mehet egy abszolút hivatkozás. Az, hogy bal lábbal, jobb lábbal, fejjel vagy egyébbel ott kell elosztani, az pedig a másolás során, jobbra másolás során úgy is el fog mozdulni a D3 D78-ról az E3 E78-ra. Tehát, hogyha ide abszolút hivatkozok, és ezek után ezt végigmásolom, akkor mindenhol a megfelelő százalékot fogom kapni. Voilà.